Tengerészek történetei egy spanyol kincses gályáról szólnak, amely Florida partjainál futott zátonyra 300 évvel ezelőtt. Ez volt a leggazdagabb spanyol gálya, ami valaha átszelte az óceánt. A Nuestra Señora de Atocha legendás gazdagsága élénken foglalkoztatta a kincsvadászok képzeletét. Hihetetlen mennyi kincs volt a gáján. Kalandorok generációi álmodoztak a gazdagság megtalálásáról. Sokan gondolták, hogy apám megőrült, hogy álomvilágban él. De Mel Fisher elhatározta, hogy megtalálja a roncsot. Kaland, romantika és vidámság. Az elsüllyedt kincsek megszállottja volt. Magával ragadja az embert, nincs megállás. Elhatározta, hogy megkeresi a sok milliót érő aranyat, ezüstöt és maragdot. Apa minden nap azt mondta, ma fogom megtalálni a kincset. Nézd ezt a szépséget, atyám! Mel Fisher egy elveszett spanyol kincses gálya után folytatott kivételes kutatásának hiteles történetét látják. Mel Fisher, aki Indiana államban nőtt fel a 30-as években, már kisfiú korában rajongott a kincses históriákért. Különösen az elsüllyedt kincsekről szólókért. De a hajóroncsok kutatásához szükséges drága és bonyolult felszerelés elérhetetlen volt egy átlag ember számára. Az ifjú Mel Fisher azonban nem volt átlag ember. Tizenkét éves korában készített magának egy búvársisakot. Ez egy 20 literes vödör volt, aminek az elejére szerelt egy kémlelő ablakot. A vödörre szerelt tömlő a felszínig ért, ahonnan barátja egy biciklipumpával biztosította számára a levegőt. De a levegő elakadt, és ő majdnem belefulladt a tóba. Az 50-es évek elején az álmait tovább dédelgető Mel Fisher csirketenyésztőként próbált megélni, majd a technika fejlődése megváltoztatta az életét. Mel megismerte a búvárkodás forradalmát, a víz alatti légzést lehető tévő találmányt. A könnyű búvár felszerelés segítségével Mel megvalósíthatta gyerekkori álmát. Végre lemerülhetett kincset keresni. Mel eladta a csirkefarmot és feleségével Dióval 53-ban megnyitotta az első búvárboltot és búváriskolát a kaliforniai Redondo Beach-en. Kincsvadász expedíciókat szervezett elsüllyedt kalózkincsekről szóló legendák és mesék alapján híressé vált roncsok után. Olyan volt, mint a Hamelni patkányfogó. Mindenki követte, mindenki vele akart lenni. Mindent izgalmassá tett. Melnek bőven akadt kliense, aki vágyott a kincskeresés izgalmának ízére. Könnyen válik megszállottsággá. Én 9 éves koromban találtam az első leletet, és onnantól nem volt megállás. Izgalmas dolog megtalálni valamit, amit évszázadok óta nem látott, nem fogott a kezében senki, te pedig felhozod a felszínre. Bizsereg a tested, és még többet akarsz találni. Bár családja egyre nagyobb lett, Mel Fisher, a lelkes amatőr kincsvadász minden lehetőséget megragadott, hogy a szenvedélyének élhessen. Takarékoskodtunk, és minden évben kincskeresésre mentünk nyaralni, és ezek a nyaralások egyre hosszabbak lettek. Melnek az volt a problémája, hogy Kalifornia nyugati partján élt, pedig a kincsvadászat legjobb területe Florida keleti partjai mellett és a Karib-tengeren volt. Ott sokkal több elsüllyedt hajó van, mint bárhol a világon. Apám azt mondta, szerinte a Kubai Havannától egész Észak-Karolináig 100 méterenként van egy elsüllyedt hajó. Persze nem mindegyik van tele arannyal, már pedig őt az érdekelte. Földrajzi és meteorológiai okai vannak annak, hogy a keleti part mentén olyan sok hajóroncsot lehet találni.
A spanyolok a 15. századtól uralkodtak Közép- és Dél-Amerika fölött, fosztogatták kincseiket. Évszázadokon át minden évben hatalmas flották tették meg az utat Kubától Spanyolországig, és minden gája tele volt arannyal, ezüsttel és ékszerekkel. 300 éven keresztül hatalmas vagyon áradt Amerikából Európába. Minden gazdag családnak voltak ott emberei, akik hazaküldték a kincset. A legtöbb hajónak többnyire sikerült hazajutnia. De a Florida menti sekély vizek halálos csapdává váltak a hurrikánok idején. A szél zátonyra sodorta, vagy a zátonyok közé szorította a hajókat, melyek végül léket kaptak, és elsüllyedtek. Évszázadokon át hozták felszínre a kincseket, amiket a tengerfenékre süllyedt hajókon találtak. Néha maga a tenger segített a kincsek helyét megtalálni. A 60-as évek elején aranyláz ütötte fel a fejét Floridában. Egyszer csak arany és ezüst ékszerek bukkantak fel a partokon. Aranyérméket találtak a homokban. Hát átfésülték a terepet. Utána néztek, és kiderült, hogy egy egész flotta süllyedt el a floridai Vero Beach közelében. A kutatási engedély tulajdonosa szerint az érmék az 1715-ben elsüllyedt spanyol kincsszállító flottáról származnak. Mel hírneve addigra elég tekintélyes volt ahhoz, hogy felajánlották neki az 1715-ös kincs felét, ha a nyomára bukkan. Melnek valóra vált az álma. Itt volt az alkalom, hogy hivatásos, főállású kincsvadász legyen. Ez azt jelentette, hogy feleségével és 4 gyermekével együtt át kell költöznie Kaliforniából Floridába. Nagy kockázat volt. Ha nem talál semmit, minden elúszik. ...1963-ban Mel úgy döntött, mindent kockára tesz és követi álmát. Egy évet adott magának, hogy meggazdagodjon. Úgy döntöttek, mindent eladnak és belevágnak a kalandba. Meggyőzték fél Filcet és még másik 4 embert, hogy egy évig dolgozzanak nekik ingyen. Mel egy titkos fegyvert is bevetett. Fay Fields, Mel elektronikai szakértője, lekicsinyített egy második világháborús tengeralattjáró észlelő berendezést, a Fluxus kapu magnetométert. Ennek víz alatti érzékelői képesek voltak felismerni a vasat és az acélt a tengerfenéken. Mel abban reménykedett, hogy egy megtalált horgony vagy szög segítségével a szerkezet a roncsok nyomára vezeti őket. Az első hónapok, amiket Floridában az 1715-ös flotta keresésével töltött, csalódást okoztak, volt egy nagy probléma. A magnetométer működött, megtalálta a vasat. De amikor a búvárok leszálltak a helyszínre, a víz olyannyira zavaros volt, hogy az arcuk elé tett kezüket sem látták, nemhogy a kincseket. Apának sok remek tulajdonsága volt, és elsősorban mérnök volt. Mindig talált valami megoldást a felmerülő problémára. Tudta, ha nem talál ki valamit, új hivatásos kincskereső élete előbb ér véget, mint hogy elkezdődne. Munkához látott, hogy a búvárok lássanak a víz alatt. Apa megfigyelte, hogy a felszínen tiszta a víz. Ezt a tisztaságot akarta levinni a felszínről a fenékre. Ha sikerül levinnie a tiszta vizet a fenékre, a búvárok jobban fogják látni a kincset. Mel hatalmas acélcsöveket csináltatott, amelyeket a hajó farához erősített, és a hajócsavarral irányította a tiszta vizet a fenékre.
Amikor a hajót lehorgonyozták, felszerelte a csövet, bekapcsolta a motorokat, és a hajócsavar által hajtott vizet a könyökcső segítségével a fenékre irányította, hogy a búvárok tiszta vízben tudjanak dolgozni. A formájuk miatt Mel elnevezte őket postaládának. Még egy kincskereső sem csinált hasonlót. Nagyszerű szerkezet volt, remekül működött, tiszta lett a víz. Mel megoldotta a problémát. A búvárok most már megkereshették a kincseket azokon a helyeken, ahol a magnetométer jelzett. Mel postaládái véletlenül megoldottak még egy problémát, amiről nem is tudott. Kiderült, hogy egy nagy gödör esetében nagyszerű mellékhatása van. A hatalmas postaládák által lehajtott víz 2 méteres mélységben söpörte el a homokot a tengerfenékről. Amihez talán egy hónapra lett volna szükség, azt mi egy nap alatt elvégeztük. Mel forradalmasította a kincsvadászatot. Biztos volt benne, hogy a gigantikus postaládák segítségével hamarosan megtalálja a parton talált arany- és ezüstérmék forrását. Minden nap keményen dolgoztak, ám a kezdeti siker egyre inkább véletlen szerencsének tűnt. A hetekből hónapok lettek, és a kincsnek nyoma sem volt. Mel 1 évet adott magának, hogy hivatásos kincsvadász legyen. De 11 hónap kemény munka során nem talált mást, csak egy óriási lyukat a bankszámláján. Fogytán volt az idő és a pénz. De Mel Fisher sosem adta fel a reményt. Alig pár nappal a teljes csőd előtt a kitartás meghozta jutalmát. 360 napig dolgozott anélkül, hogy talált volna valamit. De egy napon, a 360. napon találtak egy gödröt, ami tele volt aranykinccsel. Azt mondta, nem felejti el, mintha a tengerfenék arannyal lett volna kikövezve. Mel postaládái hatalmas kincset találtak, 1033 aranypénzt. A legnagyobb kincset, ami addig valaha előkerült. Nem is mentek vissza Kaliforniába, végleg Floridába költöztek. A következő 7 évben az 1715-ös flotta kincseinek feltárásán dolgoztak. Számos roncsot sikerült megtalálniuk, több százezer gyönyörű leletet. Mel Fisher megvalósította az álmát. Elismert hivatásos kincskereső lett, de még nagyobb célt tűzött maga elé. Azt mondta, keressük meg a legnagyobb hajóroncsot a tócsának ezen a felén. Mel Fishernek most már volt pénze és szakértelme ahhoz, hogy belefogjon abba a keresésbe, ami élete hátralévő részét kitöltötte. Mesés vagyon. Félmilliárd dollár értékű arany, ezüst és maradt süllyedt el a floridai zátonynál, de senki nem tudta, hol. Mel elhatározta, hogy megtalálja a spanyol gáját, a Nuestra Señora de Atocha-t. A legfontosabb kérdés az volt, hol kezdje keresni. Az Atocha annak a 8 hajós kincses flottának volt a tagja, amely 1622-ben süllyedt el Florida partjainál. A Florida Key több ezernyi apró szigetből áll, és több mint 220 mérföldön áthúzódik a tengerben. Mel lehetetlen vállalkozásba kezdett volna, ha a spanyolok nem hagytak volna maguk után egy 300 éves nyomot.
A sevillai Archivo de Indiasban őrzik a Spanyolország dél-amerikai partoknál folytatott 16.-17. századi kereskedelméről szóló feljegyzéseket. A spanyolok aprólékosan feljegyeztek mindent, amit találtak. Mel megkapta az 1620-as évek dokumentumainak másolatát, amiben az áll, hogy az Atocha a Matecumbe utolsó kora a szigeténél süllyedt el. Mel számára ez óriási előrelépés volt. Három sziget volt az Upper Keysnél, az Upper, a Middle és a Lower Matecumbe, úgyhogy itt kezdett kutatni 1968-ban. Mel a Matecumbe szigetekre koncentrált. Búvárai a bevált magnetométer és a postaláda technika alkalmazásával térképezték fel a területet. Mindig az ebédlőasztalon volt kiterítve a térkép. Körülülték a búvárok, és a térképen mutogatták, mi van, ha a hajó innen jött, a vihar meg onnan csapott le. Ezer és ezer elméletet állítottak fel, folyton és újra. Három évig minden erőfeszítés ellenére semmit nem találtak. Semmi nyoma nem volt az 1622-ben elveszett Atochának és társainak. Se egy érem, de még egy szög sem. A kincskeresés drága szakma, és Mel már minden pénzét elköltötte, hogy megkeresse álmai hajóját, az Atochát. Született optimista létére még Mel Fisher is kezdett kételkedni abban, hogy ott van az elsüllyedt kincses gája. Talán őrültség volt megpróbálni. De akkor bekövetkezett az áttörés. Mel egy vasárnap találkozott Eugene Lyon floridai történésszel a templomban. Nem hitt a szerencséjének. Eugene éppen Sevillába készült, hogy doktori disszertációjához tanulmányozzon egy dokumentumot az Archivo de Indiesben. Azt mondta, kérem, tartsa szemmel az Atochát, mert én ezt a hajót keresem már egy ideje. És én megígértem. Az örök optimista Mel azt remélte, Eugene talál az Atochára vonatkozóan valami információt a spanyol levéltár 50 millió oldalnyi megviselt feljegyzéseinek egyikén. És csodák csodája, talált. Találtam egy kis köteget, rózsaszín szalaggal átkötve, ami a Santa Margarita kincseinek mentéséről szólt. A kincses flotta Santa Margaritája 1622-ben együtt veszett el az Atochával. Mivel sekélyvízben érte a hajótörés, a legénység nagy része életben maradt. Eugene talált egy szemtanú beszámolót arról, hogy látták, amikor az Atocha a szemük láttára elsüllyedt. A dokumentum töredék a helyszínt is megadta Mel számára. Ahogy átolvastam, az utolsó szúrágta lapon megtaláltam a leírást, hogy nem csak az Atocha, hanem a Santa Margarita is a Cayas de Marques területén veszett el. A Cayas de Marques, vagyis a Marques zátonyok több mint 100 mérfölddel feküdtek a Matecumbétől délnyugatra. Nem csoda, hogy Mel nem találta meg az Atochát, hiszen rossz helyen kereste. De most a szemtanú beszámolója alapján az Atocha elérhetővé vált. Biztos volt benne, hogy megtalálja. Elhatározta, mindent megtesz, hogy megtalálja. Mel az új remény által ösztökélve, magnetométerrel felszerelkezve indult útra, hogy megtalálja a gája vas alkatrészeit. Rengeteg vastárgyat találtak, de a búvárok újra és újra rossz hírrel emelkedtek a felszínre. A haditengerészet gyakorlóterepnek használta a területet, ezért több mint 5000 bombát találtunk, amikor az Atochát kerestük. Ez rendkívül lelassította a munkát. Azonosítani kellett minden tárgyat. Találtunk régi bombahüvelyeket, vagy találtunk hűtőszekrényt, meg sok százezer dolgot, amit az emberek a tengerbe dobáltak a hajójukról. Még egy régi Volkswagent is találtunk, meg egy vonatot.
Hónapok teltek el, Mel rengeteg vas szemetet talált, de semmi nyoma sem volt az átocsának. Apa minden reggel azt mondta, ma van a napja, és folytatta a keresést rendületlenül. Szerintem a legtöbb ember feladta volna, de apánk nem. Ő kitartó volt. Mel már több mint 200 000 dollárt költött a kutatásra, és minden erejével folytatni akarta. Súlyos, nehéz idő volt. Sokszor előfordult, hogy nem volt pénzünk. Üzemanyagunk volt, de kajára nem volt pénz. Fontosabb volt a benzin. Mindannyian profi dárdás halászok lettünk, és megszerettük a halat. Meg kellett szeretni a halat. Amikor már üzemanyagra sem futotta, az Atocsa utáni kutatás véget ért. Hogy pénzt gyűjtsön, Mel elhatározta, hogy részvényeket bocsát ki a kincsre. Ám mivel egy tárgyat se tudott felmutatni az Atocsáról, a befektetők elhúzódtak tőle. Mindig nehéz befektetőket találni valamire, ami puszta álomnak tűnik. Először is, ha meg lehet találni, miért nem találták még meg? És ha még nem találták meg, létezik-e egyáltalán, vagy csak mese? Szerintem sokan nem hitték el, hogy igaz. Sokan voltak, akik nem hittek benne, akik azt mondták, mások pénzét akarjuk költeni, hogy lapozzunk, búvárkodjunk, jól érezzük magunkat. 1971 nyarán Mel Fisher több mint 175 000 mérföld hosszan vizsgálta át magnetométerrel a tengerfenekét. Hogy befektetőket találjon, szilárd bizonyítékra volt szüksége arról, hogy az Atocsa kincse nem csak a fantáziában létezik. És egyszer csak egy búvár megtalálta. Amikor a búvár feljött, ordított és sikoltozott, azt mondta, egy hatalmas korallal bevont horgony van odalent. A búvár izgalma azt sugallta Melnek, hogy talán itt van a várva várt áttörés. De tényleg ez az Atocsa horgonya? A horgony kampók ekkorák voltak. 1 méteresek. És a szára 6 méteres volt. És egy ekkora hatalmas karika volt benne. És erre a hatalmas, ekkora karikára kötelek voltak kötve. A karika olyan nagy volt, hogy egy búvár a teljes felszerelésével át tudott úszni rajta. Hatalmas nagy volt. A formája alapján a búvárok is tudták, hogy ez egy spanyol gája horgonya, de csak Mel volt biztos benne, hogy ez az Atocsa gájáé volt. Tudja, hány ilyen horgonyt lehet találni azon a területen? Több százat, hanem ezred, de erről Mel egyből tudta, hogy az Atocsáé. Apa biztos volt benne, hogy ez az Atocsa horgonya. Mindenki más úgy volt vele, hogy horgony, horgony, de mit lehet tudni? De ő hajthatatlan volt. Mel egyébként a legnagyobb, legremekebb optimista a világon. Ám Mel személyes meggyőződése nem hozott annyi befektetést, mint amennyire szüksége lett volna. Lemerült, hogy meggyőző bizonyítékot keressen. A horgony körül kis fekete foltok voltak, elfeketedett ezüstérmek. Amikor Mel felhozott egy érmét és odaadta a feleségének, ő megdörzsölte az ujjával és azt mondta, ez spanyol. Negyedik Fülöp király pecsétje volt rajta. Ami a korszakot tekintve megfelelt. A pontos év volt a kérdés. Az Atocsa 1622-ben süllyedt el. Tehát egy későbbi érem megsemmisítette volna Mel állítását, hogy a kincses hajót találta meg. Mel azt mondta, ha 1622-nél későbbi érmet találunk, dobjuk a vízbe. Az érmek 1616 és 1621 közöttiek voltak. Ez a felfedezés életben tartotta Mel álmát, hogy a horgony talán valóban az Atocsáé. Másnap reggel Mel munkába állította a postaládákat, hogy elfújja a homokot a horgonyról.
ekkor egy búvár észrevett valami csillogót. Amikor letakarította a homokot, előkerült egy aranylánc. Amikor így feltartotta a kezét a hajón, mindenki elvesztette az eszét. Mel meg volt mentve. Azt nem tudta bizonyítani, hogy az atocsát találta meg, de az aranylánc nagy kincs volt. Ezt használta fel ellenállhatatlan egyéniségével együtt, hogy beindítsa az aranylázat. Ha rá akart venni valakit a kincsvadászatra, levette a nyakából az aranyláncot, lassan beleengedte a tenyerébe, és közben azt mondta, az arany sohasem megy tönkre, nem rozsdásodik, nem fakul ki, örökké ragyog. Majd a kezébe adta a láncot. Apám szerette nézni az emberek arcát, miközben a majdnem 2 méteres aranyláncot lassan a kezükbe eresztette. Nem hagyta, hogy megtámasszák közben a kezüket a karfán vagy az asztalon. A levegőben kellett tartaniuk a kezüket. Lehetett látni, ahogy a kezük lesüllyed, mert a lánc nehéz volt. Aztán az utolsó 10-20 centinél elengedte. Mindenki, akinek a kezében volt ez a lánc, mosolygott. Apám imádta megnevettetni az embereket. Megfogták a láncot, és elkapták az aranylázat. És aztán sokan adtak pénzt, hogy folytassuk a kincskeresést. Az aranylánc és az ezüstérmék lassan kezdték meggyőzni a befektetőket, hogy Mel Fisher talán tényleg a nyomában van az 500 millió dolláros arany, ezüst és ékkő leletnek. Melnek sikerült annyi pénzt gyűjtenie, hogy folytassa a kutatást. De aki gyors sikert várt, annak csalódnia kellett. Olyan volt, mintha a gája gúnyolódna rajtunk. Megtaláltuk a horgonyt, megtaláltuk a láncot, az érméket. És természetesen azt hittük, az összes többi is ott lesz körülötte. De nem volt. Mel azt remélte, ha elemzi az Atocsa útjának utolsó szakaszát, amikor az 1622-es hurrikán megsemmisítette a hajót, a kincs nyomára bukkan. A leszakított, kettétört vitorlázat miatt a szél és a hullámzás az átony felé sodorhatták a hajót. A hajó tehetetlenül hánykolódott, kiszolgáltatva a tengernek, ami azt tett vele, amit akart. Az Atocsa 165 fős legénységének utolsó reménye, hogy a hajót megmentsék, az volt, ha ledobják a gája egyik hatalmas horgonyát a tenger fenekére. Azzal próbálkoztak, hogy kidobják a horgonyt, megpróbálják beakasztani a tenger fenékbe, hogy ne sodródjanak zátonynak. De a hullámok hatalmasak voltak. Mel számára a megtalált horgony útjelző táblául szolgált a hajó roncs irányában. Megmutatta, merre süllyedt el a hajó, mert amikor a horgony kampója megakad, a horgony szára arra dőlt, amerre a hajó volt, amikor elszakadt a kötél. A horgony észak-nyugat felé állt, tehát miután a kötelek elszakadtak és mielőtt elsüllyedt, a hajót a hullámok délkelet felé sodorták. Arra gondoltunk, mivel megtaláltuk a horgonyt, meg fogjuk találni a hajót, és elvégre nem lehet túl messze, csak megnézzük, merre mutat a horgony, és oda megyünk. Mel és csapata megújult reménnyel módszeresen átkutatta a délkeleti területet. Találtak is ezüst tárgyakat. Mel legidősebb fia, Dirk, még egy nagyon ritka hajózási műszerre is rábukkant, ami csodálatos módon működőképes volt. Mel postaládái heteken át tisztították a terepet, takarították a homokot. Ám a mesés kincs halom nem akart előkerülni, csak kínzó nyomokat találtak. Ezek üres területek voltak, és átvizsgáltuk ezt a részt is, ahol ezüst érméket találtunk. Sok újabb érmére bukkantunk, de a narancssárga szín muskétagolyókat jelöl. Több volt az üres rész, mint a lelet. Az örök optimista Mel mindig kitalált valamit, ami segített a helyzeten. Megint találtunk egy üres területet, amire azt mondta, ez nem üres hely, hanem olyan, amiről tudjuk, hogy nem ott van a kincs. Lekicsinyítettük a hatalmas óceánt.
Mindig egy lépéssel közelebb vagyunk a kincshez. Mel postaládái 3 éven keresztül nem találtak mást a tengerfenéken, mint agyagolajmécseseket, muskétákat, kardokat és tőröket. Alig néhány érmét, de Mel nem csüggett. Az ember sok üres területet tár fel, de nagy ritkán talál egyet, ami tele van kincsel, és az kárpótolja az összes többiért. 1973. május 25-én, alig 200 méterre a horgonytól, Mel csapata 1460 spanyol ezüstpénzt talált. Ez rengeteg, el is nevezték spanyol bankterepnek. Fontos, hogy egyiket sem verték 1621 után. Felé lett a remény, hogy az Atocsáról származnak. Ez nem sokára kiderült. 1973. júliusában Eugene Lyon történészt felhívták Mel irodájából, mert a legújabb lelet egészen szokatlan volt, és a segítségére volt szükség. 3 ezüst rudat találtunk, körülbelül akkorát, mint egy kilós kenyér. Darabja úgy 40 kiló volt. A 3 fémtömb értéke körülbelül 100 000 dollár. A Mel számára sokkal nagyobb értéket képviseltek. Minden tömb római számokkal, egyedi sorozatszámmal volt lepecsételve. Ha ez egyezik a Gaia dokumentumaival, egyszer s mindenkorra bizonyítható, hogy az Atocsát találták meg. Oda mentem, hogy megnézzem a 3 ezüst tömböt. Odahajoltam és leolvastam a tömbökön lévő sorszámokat. Azt mondtam, ez jól néz ki, Mel. Mire azt mondta, ez bizony jó. Eugene megkapta a mikrofilmet a sevillai Archivo de Indiástól az Atocsa eredeti hajóleltáráról. A hivatalos rakomány listáján 40 tonna ezüst, 901 ezüstrúd szerepelt a sorozatszámmal együtt. Sok száz oldalt olvasott át sorról sorra, hogy a hiányzó kincseket megtalálja. Betettem az Atocsa leltárát a vetítőbe, megnéztem az ezüstrudak sorozatszámait, a számok egyeztek. Ez az Atocsa! Mel ünnepelt, meggyőzte a kétkedőket, és elhallgattatta az ócsárlókat. Attól kezdve minden kétséggel illant, tudtuk, hogy megtaláltuk az Atocsát. A leltárból az is kiderült, hogy a 3 ezüstrúd csak egy apró töredéke az Atocsa rakományának. 898 ezüst tömb és temérdek aranyékszer volt még a tengerben valahol. Mel nem tudta, hogy a Gaia kincse több mérföld hosszan fekszik a tenger homokjába ágyazva. A horgonytól vezető vonal, ami a spanyol bankig vezetett, világos volt, és Mel biztos volt benne, hogy a megtalált tárgyak hamarosan elvezetik az Atocsa fő rakományához. Úgy képzelte, hogy talál egy 900 ezüstömbből álló halmot, amelynek a tetején a hajó bronz ágyúi nyugszanak. Azt mondta, ha megtaláljuk az ágyúkat, megtaláljuk a hajó többi részét is, mert az ágyúk a többi roncs esetében is a főleletek tetején helyezkedtek el. Mel az Atocsa eredeti dokumentumai alapján tudta, hogy az ezüstömbök fölötti fedélzeten 22 nagyértékű bronzágyú volt. Ezek a bronzágyúk messzebbre és pontosabban lőttek, mint az akkoriban használatos ágyúk. Csak a legértékesebb hajókat indították útnak ilyen drága felszereléssel. Mel a sok éves kutatás során egyet sem talált meg. Emlékszem, amikor mesélte, hogy talán 1000 bronzágyúra vonatkozó történetnek járt utána, és komolyan kezdett abban kételkedni, hogy csináltak-e valaha bronzágyukat, mert mindegyikről kiderült, hogy vasból van. Mel 1000 dollár jutalmat ígért annak a búvárnak, aki elsőként talál bronzágyút az Atocsáról.
Éveken át folytatta a postaládás kutatást az Atocsa maradványainak délkeleti vonalán. Sok-sok mérföldes, hiába való kutatás során sem találta meg, sem az ágyúk, sem a vágyott rakomány lelőhelyét. Azt a bizonyos tűt is nagyon nehéz megtalálni a szénakazalban, de ez a szénakazal 10 mérföld hosszú volt. Ez egy nagy szénakazal. 1975. júliusában Mel fia, Dirk, aki akkor már a Northwind nevű búvárhajó kapitánya volt, megelégelte a tengerfenék módszeres átfésülését, és úgy döntött, hogy a megérzéseire hallgat. Dirknek az volt az ötlete, hogy ha összekötjük a horgonyt a spanyol bank lelőhelyjel, és tovább megyünk a nyílt tengerre, megtaláljuk az Atocsa roncsait. Úgy döntött, hogy nekivág annak a területnek, és feltérképezi. Pat Klein búvár és víz alatti operatőr kísérte el Dirköt a Northwind fedélzetén. Felvette a maszkot és a búváruszonyt, és beugrott a vízbe. És nem sokkal később hallottuk, hogy sikolt. Az első gondolata az embernek ilyenkor az, hogy cápa támadta meg. De amikor jobban megnéztük, láttuk, hogy így csinál. Ide, ide! Én még az életben nem láttam embert így vigyorogni. Hallottuk, ahogy azt kiabálja, ágyúk, ágyúk, itt vannak az ágyúk. És amikor odaértünk, ott volt 5 gyönyörű bronz ágyú, egymás hegyén hátán. Apa a 7. mennyországban járt, végre megvoltak a bronz ágyuk. Mel azt hitte, már csak egy lépés választja el a világ legnagyobb kincsének megtalálásától. Igen, biztosak voltunk benne, hogy megtaláltuk magát a roncsot, és másnap előkerül a többi is. Ám amikor Mel és csapata a Dirk sikerét ünnepelte, megtörtént a tragédia. A saját hajójuk szenvedett hajótörést. A Northwind elsüllyedt. Dirk, a felesége, Angel és Rick Gage búvár vízbe fulladt. Mel súlyos árat fizetett a kincskeresésért. Ha volt egyáltalán olyan pillanat az Atocsa keresésével töltött évek során, amikor apámban felmerült az a gondolat, hogy abba hagyja, az azután volt, hogy Dirk és Angela ilyen tragikus körülmények között meghalt. A tragédia miatt Mel és családja abba hagyta az elsüllyedt kincs utáni kutatást, és sokáig tépelődtek azon, hogy egyáltalán folytassák-e. De Dirk megadta az irányt azzal, hogy megtalálta a bronzágyúkat. Ebből lehetett tudni, merre felé kell keresnünk a rakományt. Ez volt élete főműve. Hát, persze, hogy folytattuk. 2 hónap telt el, amikor Mel a fia emlékére újrakezdte az Atocsa kincse utáni kutatást. Ez csak fokozta az elszántságot, most már Dirk miatt is meg akartuk találni. Mel kiemelte a bronzágyúkat abban a reményben, hogy alatta megtalálja a 900 ezüst tömböt, vagy legalább a nagy részét. De azok nem kerültek elő. A lelőhely kiválóan kirajzolódott a horgonytól délkeleti irányban, a spanyol bankig és az ágyúkig. Nyilván csak irányban kellett maradni. Eddig minden logikus volt. Megtaláltuk a horgonyt, megtaláltuk a pénzleletet, megtaláltuk az ágyúkat, de most nem találtunk semmit. Ott kéne lennie, de nincs ott. Évek teltek el, és Mel még mindig a főrakományt kereste. Az Atocsa azonban csúfot űzött belőle.
Ennek a gyönyörű aranyövnek, melyben égkövek voltak, 100 méteres körben szétszóródva 27 darabját találtuk meg, körülbelül egy hét alatt. Mintha azt mondták volna, itt vagyok, gyere, fogj meg! Az Atocsa még 8 évig incselkedett mellel, és minden új nyom lassan elhalványult. De egyszer csak felcsillant a remény. Mel fia, Kane és Andy Matrosi búvár 1983-ban egy egész sor műtárgyat talált, amelyek az Atocsáról kerültek a vízbe, amikor a hajót darabokra szaggatta a hurrikán. Egyszer csak találtunk egy vasszöget az Atocsáról. Felrajzoltam a térképre, és húztam egy vonalat vissza az ágyukhoz. Ezzel kezdődött a mi vonalunk. Az új vonal nem esett egybe a korábbival. Találtunk egy hordó karikát, amin egy pár érem volt. Néhány hatalmas ballasztkövet, majd résztömbökre bukkantunk. Andy és búvártársa Greg 2,5 évig kutatott az új vonalon. Lehet, hogy tényleg ennek a végén van a főrakomány. Több száz ezüst pénzt találtunk, meg ezüstlemezt. Még több résztömböt, ezüstkanalakat, csodálatosan gazdag kincseket, lelkesedtünk. Másnap, 1985. július 20-án Andy Matrosinak olyan merülésben volt része, amit nem felejt el, amíg él. Csak a fodrozódó homokot láttam, semmi érdekeset. Ahogy megfordultam, kopogtatást éreztem a vállamon. Nem csak, hogy hé, figyelj, hanem erős ütéseket. Megfordultam, ránéztem Gregre, megláttam az arcát. A szeme majd kiugrott a fejéből. Én meg gondoltam, tudom, mit láttál, mutasd meg, amit találtál. Egy hajófal volt. Kb. 1 méter magas, 9 méter hosszú, és úgy 6-7 méter széles. Megtaláltuk az Atocsa roncsát. Ott álltam az ezüsttömbök előtt. Most nem csak 2-3 ezüsttömböt találtak, hanem sok százat. Épp úgy, ahogy Mel elképzelte. Oda mentem, megfogtam egyet, felvettem az elsőt. Körülbelül a térdemig emeltem, éreztem, milyen nehéz. Felemelni azt a tömböt olyan volt, mintha álmodnék. És fel akartam úszni a felszínre, hogy világgá kiabáljam, megtaláltuk. Ez volt az a pillanat, amiről Mel Fisher több mint 16 évig álmodozott. De honnan tudta volna, hogy ez a nap az a nap? Amikor beszóltak a rádión, hogy megtalálták a kincset, apa nem volt ott. Nem találták sehol, megpróbálták felhívni. Hol vagy, Mel? Megtaláltuk, el kell mondani Melnek. Nem tudtuk elérni, keresni kezdtük. A tudatlanság boldog állapotában elment vásárolni, és aztán beült valahová meginni egy italt. Az egész csapat az irodában volt, hogy megünnepeljék a roncs előkerülését, de most meg Mel tűnt el. Végül felhívtuk a rádióállomást, és bemondattuk, hogy Mel, megtaláltuk a roncsot, azonnal be kell jönnöd. A diétás sörét hozta a szatyorban, esernyőt tartottak a feje fölé, és úgy jött be a múzeumba, ami most dugig tele volt emberekkel és fotóriporterekkel. A helyi újságírók már mind ott voltak. Hatalmas volt a káosz. Nem tudta abba hagyni a mosolygást, legalább egy héten át.
Ott álltunk, július 20-án, pontosan 10 évvel a bátyám halála után. És Kane beszólt a rádión, hogy apa, tedd el a térképeket, megtaláltam a roncsot. És pontosan 10 évvel a baleset után történt, hogy megtaláltuk a roncsot. Azt hiszem, Dirk segített minket odafentről. Én voltam az a személy, aki elmondta Melnek, hogy néz ki, amiről álmodozott. Tudod, Mel, rengeteg ezüstömböt találtunk. Nagy kupac ezüstömböt. És az egész olyan, mint egy zátony. Azt mondtam Melnek, hogy sokkal gyönyörűbb, mint ahogy ő valaha is leírta nekem, milyen lesz. Először mindannyian meg voltunk döbbenve. Én életem nagy részében csak ezt csináltam. Ezt a roncsot kerestem. És akkor most ott volt. Az első reakciónk az volt, mit fogunk csinálni ezután. Még mindig fantasztikus volt. Hihetetlen. 17 éven keresztül minden nap hallottuk, hogy a mai nap az a nap. Mint amikor a kisfiú farkast kiált a mesében. Mel azt mondta egy riporternek, úgy tűnik, ma elértünk a szivárvány lábához, és megtaláltuk a kincset. Mindenki gratulálni akart, mindenki át akart ölelni, mindenki akart egy darabot a kincsből. Tudtok adni egy darab aranypénzt? Olyan emberek állították, hogy a rokonaim, akikkel soha életemben nem találkoztam. Az Atocha legendás kincse valósággá vált. És tényleg olyan nagy volt, mint ahogy Mel állította. Több mint $500 millió. Apa azon kevesek közé tartozott, akik megvalósították életük álmát. Mel Fisher volt a legsikeresebb kincskereső a világon. Óvatosan! Ez a tömb 44 kiló. Jó, nehéz! Mel néhány hónap alatt több mint 40 000 kiló ezüstöt és aranyat, 30 láda ezüstpénzt és 350 vágatlan smaragdot gyűjtött össze a múzeumba. Az egyetlen gond az volt, hogy egy bank sem tudott befogadni ennyi ezüstöt. Az első évben az egész múzeum, a padló tele volt rakva ezüsttömbökkel. Maximum 5-öt tudtunk egymásra rakni, különben beszakad a padló. Mel Fisher követte az álmát. Sikerült megtalálnia, amit keresett, és megélte a hatalmas gazdagságot. 1988-ban halt meg a családja körében. Sose hagyta abba az Atocha roncsának kutatását, mert hitt abban, hogy 2-szer annyi kincs van odalent, mint amit megtaláltak. Családja ma is folytatja a kutatást. Tovább keressük a rakomány még elő nem került részét. A spanyolok által hagyott nyomok elvezették őket az elképzelhetetlen kincshez. Apa biztos volt abban, hogy smaragdok vannak az Atochán. Látta annak a levélnek a másolatát, amit egy férfi írt New Yorkból a testvérének Spanyolországba, amiben azt állítja, hogy egy 35 kilós ládát rakott fel a fedélzetre. Eddig körülbelül 3 kilót találtunk meg, úgyhogy legalább 30 kilónak kell még odalent lennie. Egy láda smaragd több milliárd dollárt ér, és biztos vagyok benne, hogy nem csak egy láda volt a hajón. Nekem ez azt jelenti, ahogy mondani szoktam, hogy folytatni kell a keresést, és megtaláljuk. Ha ott van, meg fogjuk találni. És szerintem ma fogjuk megtalálni. Mert a mai nap az a nap.